Az előbb látott képsor jól példázza a helyzetet. A város legforgalmasabb útszakaszán nem lehet átjutni biztonságosan az egyik oldalról a másikra, miközben az út egyik felén üzletek, a másikon parkoló van. Ennek a helyzetnek a megoldása is témája volt a közlekedési munkacsoport felmérésén. Berta Zoltán alpolgármester azt mondja, sokan hiszik, hogy egy gyalogátkelőhely kialakítása csak festék és szórópisztoly kérdése, pedig ez messze nem így van. Rendtentő módon megnőtt a gépjárműforgalom. Itt a várost átszelő úton érzékelhetően délelőtti vagy reggeli órákban, délutáni órákban, amikor iskola, munka kezdet van, szinte alig lehet kifordulni a főútra, és ez nehezíti az út egyik oldalára a másikra való átkelést is. Ezen a helyen, ahol vagyunk, itt kereskedelmi egységek vannak, parkoló van, itt az út egyik oldaláról átjutni a másikra az egy általános feladat, de egy nehéz feladat, ezért ugye kezdeményeztük vállalkozóval együttműködve, hogy a gyalogátkelőhely kerüljön létesítésre. A menete az a gyalogátkelőhely létesítésének, ezt az önkormányzat kezdeményezheti, ugye a közúti hatóság az, aki megteszi a kijelölést, aztán majd jönnek a szakhatósági engedélyeztetések. Idáig, ami megtörtént, megtervezésre került a gyalogátkelőhely, azért itt többek között olyan terveket kellett elkészíteni, hogy szabványos megvilágítás, közvilágítás, ugye közművek vannak, ezeknek az elhelyezése, kerékpárút megy el a nyomvonalon, vagy a gyalogátkelőhely járda csatlakozásnál. Tehát ez a tervezési folyamat zajlott le, és közművekkel történt, közmű nyilatkozatokat várjuk vissza, illetve ugye kerül be a hatósághoz kijelölésre, majd az engedélyeztetésre. Abszolút nem festék kérdése, nagyon komoly jogszabályi megfelelősége van ennek. Mondom, itt még ráadásul ugye a csatlakozó járda, kerékpárút, tehát ezeket is ugye tervezni kell, közműkiváltást, szabványos közvilágítást. A helyzet jobb, mint amennyire elsőre látszik. Berta Zoltán szerint még ebben az esztendőben megoldódik majd a neuralgikus helyzet a város forgalmában. Az elmúlt időkben a munkacsoport javaslatára több utcát egyirányosítottak, lévén olyan szűkek a Tolnai utcák, hogy a kétirányú forgalom megdongálja a patkákat. A tapasztalatok a forgalmi rend megváltoztatásáról pozitívak. Megértették és használják az emberek, hogy ezáltal biztonságosan az útburkolaton tudnak autózni, nem kell folyamatosan lehúzódni. Ezekben az utcákban azért felmerült mind a fórumon, mind írásba, mind a városban megkeresve bennünket, hogy engedélyezzük a forgalomba szembeni kerékpáros közlekedést, hiszen a bevezetéskor nem kerültek ezek az engedélyező táblák kihelyezésre. Ezt most felülvizsgáljuk. Lehet, hogy nem lesz egyöntetű a döntés, olyan értelemben lehet, hogy lesznek olyan utcák, ahol megvan ennek az esélye, de lehet, hogy, sőt, valószínűleg lesznek olyanok, ahol továbbra sem. Az egyirányosítás mellett egy másik nagy problémakör volt a várakozás, a parkolás. Ugye ez kettős, egyrészt hol kell tiltani a várakozást ahhoz, hogy ugye a forgalom zavartalanul tudjon haladni, másrészt meg hogyan lehet segíteni a parkolási gondokon. Jó néhány helyen kerültek ki várakozni vagy megállni tilos táblák, itt mögöttünk is van egy, folyamatosan az öldövezetet használták a parkoló ellenére a gépjárművek várakozásra. Tehát inkább olyan helyeken, kereszteződések végénél alkalmaztuk ezt, ahol ugye a beláthatóság, a kétirányú forgalmak akadályozta a autók várakozása. Ugyanakkor egy-két helyen elindult a parkoló létesítésének is a vizsgálata, közintézményeknél, oktatási nevelési intézményeknél döntött is a testület, hogy több ilyen intézménynél terveztetjük a parkolókat, ezek folyamatban vannak, hiszen itt szükségszerű lesz a parkolóhely számának a bővítése. A munkacsoport arról is tárgyalt, a nagy tömegű gépjárművek közlekedését tiltani fogja a város egyes területein. A város útjai döntően ugye a lakóövezeti utcák azok kétirányú forgalomra nem alkalmasak, illetve
nem olyan alapzattal készültek, ami akár egy 40 tonnás szerelvény folyamatos forgalmát elbírná, ezért született az az átfogó szabályozás, hogy a főutak kivételével a 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek nem hajthatnak be ezekbe a lakóövezetekbe, de természetesen úgy hoztuk meg ezt a szabályozást, hogy ez a mindennapi életet ne akadályozza, tehát akár a kommunális hulladék elszállítása, akár építőanyag szállítása, ez megoldott ezekben az utcákban, természetesen ilyen célra behajthatnak a járművek. A munkacsoport további javaslatai hamarosan az önkormányzati testületelé kerülnek.